Sziasztok, Kömke vagyok. Nézzük, hogy mi várható szerintem 2023-ban az ingatlanpiacra piacra, családi ház szinten. Bontsuk több részre a véleményemet, mert érintenünk kell az ingatlanpiacot vétel eladás szempontból, újépítés és felújítás korszerűsítés szempontból, kivitelezői, tervezői oldalról, valamint eladói és vevői oldalról. Magánvélemény. Érdekes visszaolvasni, a 2022. márciusában írott jóslatomat, hogy mi várható idénre. A használt ingatlanok ára sem fog csökkenni, sőt, mivel egyre megfizethetetlenebb az új építés, egyre inkább kapósak lesznek, aminek szintén árfelhajtó szerepe van. Szóval az a tanács, hogy várjatok az építkezéssel, felújítással, ugyanolyan jó lehet, mint hogy nem szabad várni, mert úgysem lesz olcsóbb, a magyar forint pedig egyre kevesebbet ér. Hol volt még ekkor a csökkentés csökkentése, az energiahiány, a brutális infláció, az EU-s pénzek befagyasztása vagy a kamatok elszállása. Háború és következményei A háború jelenleg még tart, és egyre távolibbnak tűnik a vége, miközben az oroszok felpercselt föl taktikája nem sok jót vetít előre. Jelenlegi helyzetben a magas energiárak változnak a még magasabbakkal, így az energiaigényes építőanyaggyártás miatt az anyagárak csökkenése nem igazán várható. A kiesett ukrán fa és acél helyett az elmúlt hónapokban kiépültek más beszállott láncok, ami az eszetlen árakat lejjebb hajtotta, az acélára például majdnem megfeleződött a elhoz képest. Közben az gipszkarton, a cserép, a tégla, a szigetelőanyagok árai egyre kúsznak feljebb, szinte most már havi Tételezzük fel, hogy lerendeződik ez az ukrán-orosz helyzet, és ezáltal az energiapiac is megnyugszik ebben az esetben azért nem fognak csökkenni az anyagárak, mert a teljesen szétlőtt Ukrajnát újjá kell építeni. Egy ekkora ország évekig nyakló fogja nyelni az építőanyagokat, ráadásul várhatóan mindez EU-s és amerikai segélyekből fog megvalósulni, tehát pénz lesz rá bőven. Ukrajna itt van a szomszédban, ha nem utálnak ki minket onnan magyarokat, akkor lehet oda menni dolgozni. Ez főleg a közeli megyéigből fogja a segédmunkásokat elszipkázni, és oda fognak menni dolgozni. Építőanyagár csökkenés nem várható, tehát a közeljövőben. Mi a helyzet az új építésekkel? Az Orbán kormányok veszélyparipája mindig is az új épületek építése volt, kormányzati támogatásokkal jó megtolva a középosztályt, hogy épüljön sok-sok családi ház. Ennek meg is lett a következménye, az elmúlt években adott sok és kedvezményes beépültek az árakba, brutális áremelkedést okozva az ingatlan piacon. Megjegyzem, hogy a régióban még most is olcsónak számít a magyarországi ingatlan, tehát ez nem feltétlenül probléma, már ha ilyen szempontból nézzük. Ha a magyar fizetés oldaláról nézzük, akkor természetesen teljesen más a helyzet. Idén éveleje óta több minden történt, tart a háború, harcolunk Brüsszelrel, és forintunk van, ami egyre gyengül, valamint nem jönnek az EU-s pénzek. Szóval elszállt az árfolyam, befagyasztották az EU-s pénzeket, vétózgatunk, ársapkázunk. Ezek következtében bőven 400 forint fölött van az euró, 8% alatt nem nagyon ma hitel kamat, zöld hitel megszűnt, az infláció 20% feletti. Lényegében az új építések teljesen leálltak családi ház szinten. Új ház tervezésre kérés hónapok óta alig jön, ugyanerről számolnak be a kollégák is minden szakánkból korábban elkezdett futó projektek még mennek, de újak a látóhatárban sem, vagy sokkal kevesebb számban. A kivitelezők nyáróta folyamatosan hívogatnak, hogy van-e munka kilátásba, mert a korábban betervezett munkák jó része halasztva lett, vagy egyszerűen ment a levesbe. Most arra elkészült, eleve át eladásra épülő családi házakat egyre nehezebb eladni, alig van érdeklődő visszajelzések alapján. Hiába hosszabbították meg az 5%-os áfás lehetőséget az új építésekre, ennek hatása nem lesz mindaddig, amíg a kamat környezet ilyen marad. Állandó komolyabb ösztönzés, tehát például zöld hitel vagy hasonló konstrukció jelenlegi helyzetben nem igazán várható, szerintem még jövőre sem. Pár év kiesése az újházak építésében egy keresleti vákumot fog előidézni, azaz amikor magához tér a pénzpiaci környezet, azaz szembesülnek majd az emberek, hogy nincsen eladó, épülő új piacon. Megindul megint a mostani őrület, és a nyerészkedők felrántanak 3-4 hónap alatt kész házakat, amivel csak az igazságügyi szakértőknek, ügyvédeknek és bíróságoknak lesz dolga. Az építőipar nagyon szenvedi a rendes szakemberek hiányát, és a kóklerek utóbbi években egyre nagyobb térnélését. Ha nem lesz munka, a maradék jó szakember is feloszlik, külföldre mennek dolgozni. Itt a külföld lehet akár Ukrajna is, ahogy az előbb utaltam rá. Az új építések hiánya miatt az építőiparban elbocsátások lesznek, kevés munkára sok jelentkező akar, akik ezáltal munkadíban versenyeztethetőek lesznek. munkadíjak növekedése ezért nem várható, sőt, annak ellenére csökkenés lesz, hogy közben az infláció meg szárnyal. Sajnos ezzel együtt a szakemberállomány tovább higul, és ha Ukrajna felszívja az olcsó segédmunkásokat az új építésre, akkor nagy pislogás lesz a végén. Perújítás, korszerűsítés. A jelenleg még futó otthonfelújítási támogatást várhatóan meghosszabbítják, emelt összeggel folytatódik januártól. Ez persze nem biztos, de nagyon sok helyről hallani, és van logika a dologban. Az új építések, jelentősebb bővítések leállnak, leálltak, mert hitelt felvenni alig lehet rá, a kamatok nagyon magasak. Pörgetni kell az építőipart, mert jelentős tömegeket tart el az államnak pedig sok bevételt generál. Erre kiváló volt a 3 plusz 3 milliós otthonfelújítási támogatás, ami részben szűkítette az építőipart, miközben kisé javította a meglévő ingatlan állománynak a nagyon rossz állapotát is. Viszont ez a felújítási keret és tevékenység nem lesz képes felszívni az új építésekből kiesett munkaerőt és a felszabadult építőanyag kínálatot, inkább csak egy szépség tapasz lesz egy haldokló testén. Én azt várnám, hogy az energiahelyzetre tekintettel a felújítási támogatást energiatakraikossági feltételekhez kössék, például hőszigetelés, nyílászáró, fűtés, korszerűsítés, de ez jelentősen szűkíteni a felhasználhatóságát, ezért szerintem ez azért nem fog belekerülni. A felújításoknál jelenleg is sok a kókler és az átfelős vállalkozás, ezek száma várhatóan tovább fog nőni, sajnos. Mit várhatunk ingatlan eladásnál vételnél? Nincsenek könnyű helyzetben az ingatlan tulajdonosok, megérkeztek az októberi fűtési számlák, és ezt nagyon nehéz eltitkolni a vevőjelöltek elől, hogy 5-6 szorosára nőttek a korábbi évekhez képest ezek az összegek. Elképesztő áraséseket látok családi házak tekintetében. A még nyár elején 170 millió meghirdetett épületet jelenleg 120 millió próbálják eladni, sikertelenül. Sokkal kevesebb az érdeklődő, hiteles vevő alig van, a komolyabb vevők pedig nagyon pofátlanul alkudnak. Megjegyzendő, hogy a jól megépített, energiatakarékos épületek továbbra is pörögnek, viszonylag jó áron. Ezek ára nem esett sokat, és mivel jó pár évig nem is kell majd hozzájuk nyúlni, az értékük tartósan magas marad várhatóan, főként, ha közben nem is fognak újak épülni. Ahol viszont döccen a műszaki tartalom, vagy a rezsiköltség jelentősen túlnyúlik a határon, ott kíméletlen alkukat látok. Az elmúlt évek ingatlanpiaci bumja a szemünk láttára válik hamová egy csettintésre, a korszerűtlen épületek és a korszerű épületek közötti ároló pedig egyre nyílik. Aki most olyan épületben lakik, ami biztos, az inkább marad a fenekén, letesz arról, hogy még egy szobában nagyobb házba költözzön. Az ismert, biztos rezsű épület melegét, azt nagyon kevesen áldozzák fel a bizonytalanért. Szóval az ingatlanpiac lassul, nyerekben most a vásárlók vannak, ha nem hagyják magukat átverni. Nagyon oda kell figyelni a részletekre, mert az alacsony rezsíjű épület a valóságban sokszor annyit jelent, hogy nem fűtötték teljesen, vagy a sárga csekkek elől rejtett módon, például tűzifával történt a rásegítés. Idő van most válogatni, ahol űzik a minél gyorsabb ajánlattételre a vevőjelölteket, azt inkább el kell engedni. Nem egyszer látok döbben tekinteteket a házszemléknél, amikor mondom, hogy a ház rezsie az nem valós, várhatóan akár a duplája lesz a hirdetésben szereplőnek. Ehhez ismerni kell a szerkezeteket, a hővesztességeket. Több száz ingatlan energetikai vizsgálatai számolása után azért elég biztosan be lehet határolni sávosan, hogy mi várható a valós fogyasztásban. Ingatlan én befektetési célra most nem tartom jó ötletnek vásárolni. Korszerű, energiatakarékos ingatlanok ára most stagnálni fog, viszont ilyen infláció mellett ez sem jó. Ami felújításra szorul, a zsákba macska. A teljes felújítási költséget nem lehet az árból lealkudni, tehát a felújítás korszerűsítés végére várhatóan többe fog kerülni, mint egy ugyanolyan már felújított piacon lévő épület. Azaz jó pár évig nem realizálható semmiféle árazonosság a piacon. Magam ellen beszélek, hiszen én ingatlanok állapot felméréséből élek, de én várnék tavaszig. A tél megteszi majd a hatását az ingatlanpiacon, a 3-4 milliós éves gázszámlák sokak fejében tesztek majd rendet, és terelik kisebb ingatlanok irányába a nagyméretű ingatlanban bolyongó, jellemzően idős embereket. Ennek folyamányaként természetesen a lakásárak fognak kilő, kilőni, ahogy ezt már most is látszik. Az ingatlanpiacon ki fog alakulni egyfajta rétegződés, világosan lehet majd látni már az árból, hogy az ingatlan a rezsinek melyik oldalán áll. Mert ne legyenek illúzióink, évekig ez fogja meghatározni az életünket. Sziasztok!